vannak nemzeti gyászlatokkal tűzők. Miért fontos, hogy találkozunk? Talán azért, mert a gyökere fontos. Nincs múltunk, nincs jelenünk, és nem lesz jövőség. Ne hagyjátok a templomot, ha egy fának nincs gyökere, az ki fog dőlni legfőbb a fateletre kerül, és tizedőre belőle. A világ a forró, a liberális a sok mindent akarnak, el akarják venni a szívünket, ami igazából az Úré. A testünk az mi van. Úgyhogy jöjjenek többen, nagyon kevés gyerek van, látom az előbb kis lányt, a Zoét. Abban az osztályban olyan kevesen vannak, hogy elfogadunk. Gyerekeink elmentek külföldre, 5 unokám külföldön van. Nem bátorol őket az élet ilyen. Úgyhogy ez a 13 ember az arabia példát mutatta, hogy hogyan kell becsületre élni is meg. Azért rakasztották őket fel, még jötték le, hogy megfélemlítsük a magasságot. Nem ez történt. A magyarok mégis emlékeznek rá, és mártír csináltak belőle, hajnal, meg a császár. Nekünk csak annyi a dolgunk, most nem kell, hogy féljünk, hogy felakasztanak, lelőnek bennünket, hogy tartsuk meg anyanyelvünket, és legyünk jó polgárok. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most pedig az egységnévelők is erősítettek a tagjait. Mi rövid műsor lesz, elfogadtak a gyerekek. Úgy gondoltam, hogy talán jövőre majd október 6-án magyarázó hétvégén, vagy utána való hétvégén nézzük meg, hogy többen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Az aradi vértanúk emlékére. Szomorúan kel fel a nap e napon. Jó emberek hullottak el Aradon. 13 magyar vitéz őszinte hite, őket mégis a halálba vitte. Szabadságért küzdöttek, s mégis ezért bűnhődtek. Mit hóhérjaik felsoroltak, nem voltak csak hamis vádak. Emlékezzünk most rájuk, kiknek nem volt fontos, csak hazájuk. Hősként haltak, éltek, hősként haltak. Magyar népre büszkeséget hagytak. Őszi hűvös éjszakában, vértanúknak évszakjában, 1000 csillag ragyog az égen. Köztük 13 a vértanunkért, büszkeségben. A magyar seregek már nem bírtok a többszörös túlerővel. 1849. augusztusában már az ország nagy része az ellenség kezébe került. A lerongyolódott honvéd csapatokat jól felfegyverkezett császári csapatok fogták közre. 1849. augusztus 13-án a megmaradt magyar sereg Világosnál letette a fegyvert. A szabadságharc elbukott. A megtorlást a Habsburgok a hírhet magyar gyűlölő Hajnagy tábornokára bízták, aki kegyetlenkedéséről volt hírhet. Ezzel akarták elrettenteni a birodalom többi népét a forradalomtól. Hajnau azonnal elrendelte a haditörvényszékek felállítását, amelyek sommáson gyorsított eljárással ítélkeznek. Álláspontját híven tükrözi Schönaz császári altábornagynak írt levele is. Véget ért a magyarországi és erdélyi hadjárat, és megvan az a kellemes érzésem, hogy egyedül az én személyemnek köszönhető az ellenség megsemmisítése.
Paszkevics amnesztiát követelt mindnyájuknak. Kereken megtagadtam, csak a legénységnek adtam meg. Őrmesterről lefelé a vezéreket felkötöttem, az osztrák tiszteket agyonlövetem. Egy évszázadig nem lesz több forradalom Magyarországon, mert gyökeresen írtom ki a gazt. Utasításaim nincsenek, de teljhatalmam van, és korlátlanul rendelkezhetem a király nevében. Sírhat, szokoghat az az édesanyja, kinek háborúba megyen két fia, kezét vagy lábát golyóval ellövi, szegény meg se halt, már is eltemeti. Jön a százados úr, hófehér paripán, fényes karcsörög annak az oldalán, fényes karcsörög rézágyú mennydörög, kardjáról a vér a földre lecsöpög. Pajtás halátot testemnek mi se bír, töltsd meg a fegyvered, sülj agyon engemet, vagy pedig szuronyot szegezd a szívemnek, ne hagyd sokáig szenvedni engemet. Gyulai Pál, a hősök sírja. Egy sírban az erdő szélen 300 hős alszik mélyen, mély sebekkel eltemetve, emlék nélkül elfeledve. De lehajlik a zöld erdő, rájuk élő koszorút sző, és mint álmaik haragja, harsog, zúg a bérc patakja. Éjfél tájban sírjok ormán, felgyúl néha egy-egy villám, és felindul a természet. A menny, mint egy leborul, s mintha volna végítélet. Mindent egy hang kiált túl, mintha trombiták harsognák, nem veszett el a szabadság, az igazság ünnepel. Lelkünk széjjel jár a légben, örök bíró él az égben, nem estünk hiába el. A hadbíróság szeptember 26-án meghozta a döntést. Felségsértés címén 9 tábornokot kötél általi halálra, 4-et golyó általi halálra ítélt. Az ítélet végrehajtását október 6-ára, a bécsi forradalom évfordulójára tűzték ki. Honvéd tiszt 13, bátor férfi 13, hős katona 13, magyar mártír 13. Erőt vett a rút halálon, s erőt adott a magyarnak, hogy bízzon a viradatban, amely csak felvirradt. 1849. október 6-án szombat napja volt. Hideg, goromba szél fújt. Pesten kivégezték gróf Battyányi Lajost, aki előző éjjel a hozzá becsempészett tőrrel nyakon szúrta magát, és bár életét megmentették,
és nem lehetett felakasztani, golyó általi halálra változtatták az ítéletét. Batthyány nem engedte, hogy bekössék a szemét, és maga vezényel tüzet a katonáknak. Utolsó szavai három nyelven hangoztak el. Éljen a haza! Ő volt az első magyar kormány miniszterelnöke. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek bús keserve, egy-egy könyv a szentelt helyre, hol megváltott hősi áron becsületet, dicsőséget az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyog a napsugára, oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsú csókja. Bánat sír a száraz ágon, ott alussza csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűzre áll fényes égre, bús szívünknek enyhe fényed, adjon nyugvást, békességet. Sugáridon szellem járjon, s keressen fel küzdelmünkben az aradi 13. Ugyanezen a napon, október 6-án, az őszi felhők közül még ki sem bújt a reggeli fénysugár, amikor megnyílt az aradi vár észak-keleti kapuja. Reggel 4:30-kor elerett az eső. A császári hadsereg riadó készültségben van. Égőkanóccal állnak a várfalon, az ágyuk mellett. Jaj, a vígság rég megszökött, gyászos napra gyászos éj jött, halálnapja hult az éjbe, 13 halálnapja, 13 halott napja. A 13 aradi vértanúk közül a legfiatalabb 30, a legidősebb 54 éves volt. Sápadtan, de keményen lépkedtek a vesztőhelyre. Elsőként Pöltenberg Ernőt vezették a bitúfájához. Haláltusája hosszú és szörnyű volt. Török Ignác szívrohamot kapott, mielőtt a hóhér végezhetett volna vele. Láner Györgynek aznap volt az 54. születésnapja. Nagy Sándor József az utolsó pillanatig szivarozott. Ezután következett a halkan imádkozó Knézics Károly, őt Aulich Lajos követte. Leininger Westerburg Károly sokat szenvedett, mire meghalt, mivel nagyon magas ember volt. Mégsem ő szenvedett a legtöbbet, hanem Damjanics János, akinek a maga 190 centjével földig ért a lába a bitófán. A hóhér nem is tudta fölakasztani, hanem meg kellett folytania. Gróf Vécsei Károly végignézte társai akasztását. Sápadtan és nagyon egyenesen ment az utolsó üresen maradt bitófához. És mivel élő bajtársa nem volt, akitől elbúcsúzhatott volna, a halott Damjanics kezét csókolta meg. A többi négy tábornokot, Kis Ernőt, Lázár Vilmost, Dezsőfi Arisztidet és Svájdel Józsefet puskagulyó küldte a halálba. A felhők mögül előbújó nap bevilágította a bitófákon függő hullákat. Bevilágította azért, hogy keresztfákká avassa fényével a szégyenoszlopokat. Bevilágította azért, hogy Golgotává avassa azt a helyet, amelyen a zsarnoki önkény bakója oly kitűnően működött.
a holttesteket elrettentésül estig még az akasztófán hagyták. Damjanics János imája. Ima kivégeztetésem előtt 1849. október 5-ről 6-ra virradóra. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiassan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb, jó vágyteli kérésemet. Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot! Áld meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. Damjanics. Emíliának vigasztalásul.
a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz élő Isten. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, amint szól hozzánk, a Mózes második könyvében van megírva, annak is a 13. részében, a 8. és 9. versében a következőképpen. És mondd el fiaidnak azon a napon, amiatt történik ez, amit az Úr cselekedett velünk, amikor kijöttünk Egyiptomból. Legyen ez jelöl a kezeden, és emlékezetül a homlokodon. Mert erős kézzel hozott ki az Úr Egyiptomból. Tartsd meg ezt a rendelkezést megszabott időben, évről évre. Eddig Istennek igéje, foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, igen, ez szomorú nap, gyásznap, hallottunk kivégzésről, borzalmas dologról, és ebből is megérthettük azt, hogy milyen erős dolog az, hogyha valaki valamelyik nemzethez, most itt ez alkalom ugye a magyarságról van szó, de biztos, hogy más nemzetben is ugyanez megvan. Senkitől nem hallani, akiket kivégeztek, szörnyű kivégzés volt, panaszt. Hogy miért? Figyeljük ezeket a dolgokat. Mi meg tere vagyunk panasszal sajnos. Hogy miért? Ne panaszkodjunk, mert akkor atyánkat sértjük meg, hogy ő nem elég jó. Pedig ő valójában igazán jó. És egyedüli jó csak az Isten. Senki más nem olyan jó a földön, se égen, se mennyben, sem sehol, mint a mi jó Istenünk. Nehéz harc volt ez. A szabadságért, a függetlenségért, az önállóságért történt ez a harc 1848-ban, 49-ben. És hát tudjuk azt, hogy elbukott, és hát ilyen kegyetlenül végezték ki azokat a tiszteket, magasrangú tiszteket, akik hát ott álltak az első sorban és vezették a katonaságot, hogy győzhessen a függetlenség, a magyar függetlenség. És hát akkor nagy ára volt, mivel ezeknek a tiszteknek életüket kellett, hogy adják, és mégsem jutottak el a függetlenségig. Utána néhány évtized múlva azonban megjött az eredménye ennek. Független lett Magyarország, és pedig, hogy valaki nem tudná, tehát az osztrákoktól, osztrák-magyar császárság és az osztrák-magyar együtt éléstől akart Magyarország teljesen független lenni, mert hát tudjuk, vagy tanultuk azt, hogy hát bizony németül kellett beszélni, meg volt engedve, hogy a családban, de otthon beszélhetsz magyarul, vagy énekelhetsz magyarul, vagy még az is meg volt engedve, hogy te magyar ruhát húzzál fel, de az iskolákban nem volt szabad csak német nyelven beszélni. És persze a magyar kultúráról se nagyon szabad volt dicsekedni sokat, hanem inkább átvenni mind jobban és mind jobban folyamatosan az osztrák kultúrát, hogy egyszer majd beolvadjon az egész Magyarország. Nem először próbáltam meg a világ már ezt megtenni, de sosem sikerült neki, hogy egyszer csak beolvadjon és
Hát már az utógeneráció már nem mondja azt, hogy magyar vagyok, hanem már akkor én osztrák vagyok, és így tovább, és így tovább. Abból a történetből olvastam fel, amikor Mózes kihozta a kiválasztott népet, Izrael népét, a zsidó népet, egyiptomi fogságból, 400 éves fogságból kihozta, és 40 évig vándoroltak a pusztában, még a Kánaán földjéhez odaértek. A Kánaán az azt jelenti az ígéret földje, amit Isten megígért az ő népével, népének. Tejjel és mézzel folyó vidékről van szó. Ott, ahol valóban gyönyörű termések voltak, és minden, amit szemszáj el tud képzelni, minden megvolt. De Kánaán földjén nagyon erős lakosok voltak, termetileg is erősek, és fegyverzetileg is erősek. Hát képzeljük el, amikor 40 évig vándorol egy nép, és ott 400 évig pedig a pusztában, hát semmi fegyverzete nem volt Izrael népének, és úgy vonuljon be, és Isten hatalmas csodát tett, hatalmas erővel a kánaániakat, az ős kánaániakat kiűzte, és ugyanakkor, akik bevonultak, hatalmat adott nekik arra, hogy nagyon sok kánaáninak el kellett menekülni otthonról, mert Isten ezt így elhatározta, és ez így történt. A szeretett gyülekezet. Úgy látszik, hogy a történelem ismétli önmagát, talán nézzük vagy hallgatjuk a rádiót, az Európai Uniónak mi a terve? Nem ugyan ez. Elvenni a néptől a kultúrát, hogy a gondnok úr mondta, elvágni a gyökereket, és nincs több ilyen, hogy magyarság, meg népviselet, meg költészet, meg művészet, meg minden, ami csak létezik, és amire büszkék a magyarok, és lehetünk is büszkék, Isten adománya ez. És látjuk, kimennek külföldre sokan, és már az unokák nem beszélnek magyarul. Itt is nagyon sok, tehát a határon túl értve Magyarországgal határos országokról van szó, már a harmadik generáció, vagy talán negyedik generáció már jobban érti az országának a nyelvét, mint a magyar nyelvet, és gyorsabban átvált arra a nyelvre, és az Európai Unió meg pont ezt akarja, hogy most nem tudom, hogy milyen nyelv lesz a közös nyelv egyáltalán, vagy lesz-e ilyesmi, de az biztos, hogy minden nép, nem csak a magyar nép, hanem a más népek is majd megsínlik azt, és elfelejtik a kultúrájukat, és nem is érdekli őket majd. Elmondanák én egy nagyon szomorú történetet, nem tudom, hogy ideillik-e, de most, amikor igen, a szomorúságról és a kivégzésről van szó, és most is, hogy mibe vagyunk, hogy Magyarország, inkább így beszéljünk, a mi hazánk, milyen nehéz helyzetben van. Nem mondom meg, hogy hol voltam egyszer egy előadáson, ahol magyar népviseletbe, és magyar énekek hangzottak, táncokat mutattak be a színpadon, és volt egy néma, jelzés az egész közönségnek. És pedig bejött egy 80 év körüli bácsi görbebottal, persze tíz magyarba, ami azt jelenti, hogy térdig érő csizma, nagy bajosszal, ugye gyönyörű ruhába bejött,
És bejött egy olyan 6 éves, 7 éves kisfiú is, erre együtt, mondjuk az unokája. És a nagytata, hát ott volt a görbábot, de nem volt zene. Tánclépéseket mutatott a fiúnak. A fiú megfigyelte, hogy hova lép a nagytata, miért lép oda a nagytata, és hogy kell. És hamarosan belefáradt a nagytata, és a gyerek utánozta, és ment a gyermeknek, és csinálta, és akkor már volt zene, és akkor még jobban ment a dolog. És képzeljük csak el. Ezt egy német valakinek elmesélte, aki nem volt ott, hogy ilyen a magyar, ez a magyarság. Hogy átadni a kultúrát, és átadni a történelmet, és a gyökereket nem elvágni, megerősíteni kell. Az utókorra gyökér, hajszáverek és nagy gyökerek, és a tudomány, és a művészet, és minden is így marad fent a fa, tehát a magyar nép most ebben az esetben. És mit mondott ez a valaki, ez a német valaki? Akinek elmondtam, hogy a 80 éves bácsi tanította a kis onokáját a lépésekre. Azt mondta, hogy a temetőbe kellett volna küldeni a 80 évest. Így gondolkoznak emberek nyugaton. Így gondolkoznak. Lehet, hogy jó eurót adnak, fizetést, nem mondom. De hogy kultúra az nincs, meg ne is legyen, esetleg az övéből valami, hát azért meglepő dolog. És ugyanakkor szeretett gyülekezet, itt mondtuk, hogy nincsenek már gyermekek, vagy nagyon kevés, hála Istennek, hogy vannak még azért itt-ott, és még adja Isten, hogy legyenek is. Ők jelentik a jövőt, ugye? És hogy az Európai Unió kitanálta, mindenki tudja, nem is kellene ezt nekem elmesélni, hogy lehet házasodni két férfi, két nő, nem részletezem. Nincs értelme. És most a magyarságot pont ezért szorítják, hogy nem kaptok segélyt, meg nem kaptok semmit se, meg még fenyegetik, hogy ki is lesznek zárva az Európai Unióból, mert nem az Európai Unió szerint kultúra és törvények szerint akartok élni. Hogy értsük meg, hogy mi történik most. És éppen ezért olvastam fel Isten igéjéből, hogy Mózes, amikor és az Izrael népe, amikor megérkezett a Kánaán földjére, azaz még most a határán van, mert Mózes nem mehetett be az ígéret földjére, akkor mi történik? Az történik, hogy ezt mondja ez a Mózes az egész népnek. Az egész népnek mondja, hogy tartsd meg ezt a rendelkezést. A megszabott időben, tehát amikor ünnepelünk, évről évre, mint ahogy mi is, hála Istennek, még idáig megtettük itt Kikindán, és talán sok helyen, itt Vajdaságban is, és szerte Európában és a magyar határon túl, ne beszéljünk arról, hogy az anyaországban is. Ez az, hogy meg legyen említve a fiataloknak, hogy mi az, hogy aradi vértanú, vagy mi az, hogy magyarság, meg kultúra, meg Nobel-díjasok, meg a többi dolgokat, felsorolhatatlan dolgokat, az idősek talán tanulták, vagy olvasták, de olvassák, mert lehet olvasni róla, mostani újságok is, és a Facebookok is sok mindent köszönnek ezzel kapcsolatban, elmondani
évről évre, hogy miért volt ez az aradi borzalom, ami történt a függetlenségért. És ma is ezért kell harcolni minden magyar embernek, aki határon belül vagy kívül él, hát mindnek, hogy ne más ország dirigáljon, hogy az anyaország, a mi anyaországunk mit akar és azt akarja, hogy a kultúra, nyelv, hit olyan ellenségei vannak az egyháznak, hogy borzasztó. És feltehetjük a kérdést, hogy miért bántod az egyházat? Bántott az téged? Tudod egyáltalán mi az, hogy egyház? Hát sok nem tudja és bántja. Hát miért bántod? Hát nem szabad ezt bántani, mert akkor magát Isten bántod meg. Ez az ő országa, a templom. Ez a terület, amit itt láthatunk, mi reformátusok így mondjuk, hogy ez az Édenkert. Tudjuk a Bibliából, mi az Édenkert. Oda teremtette meg Isten az első embert. És ez óriási dolog, hogy jelképesen itt van ezen a földön. És ezt is tovább kell adni. Itt történt meg a bűneset, itt történt meg az, hogy az embernek párja lett, Ádámnak párja lett. Ádám azt jelenti, hogy földből való földi, Éva pedig azt jelenti, hogy életadó. És nincs harmadik változat. És akárhogy akarja az ember, a vallástalan ember megváltoztatni, hogy legyen harmadik, negyedik, meg ki tudja, hanyadik variációja a dolgoknak, nem lesz, nem lehetséges. Nagyon sokak, akik változtattak a született természetes életük, férfi vagy nő oldaláról egyikből a másikba, rengeteg öngyilkos lett, és rengeteg depressziós, mert így nem találja fel magát. Hát Isten nem annak teremtette, nem is lehet feltalálni. Ezt mondjuk el a fiataloknak. És még befejezésre egy saját történetemet mondom el, hogy az én szüleim hogy mondták el azt. Éppen a 13 aradi vértanú egy nagy kép volt. A régiek, öregek emlékeznek, és az öregeknek a van még egy képjük a 13 aradi vértanúról. Régen ezt lehetett vásárolni. Mi nálunk a bejáraton, bejárati részen, előszobába, ott volt ez a kép a 13 aradi vértanúról, és egyre néztem, hogy itt mi történik, persze 5-6 éves gyerek mit értett volna hozzá, és akkor megkérdeztem, sokszor megkérdeztem, hogy mi ez a festmény, kik vannak itt, miért vannak itt, mi volt a baj, miért van ilyen a világban, hogy valakit, az egyik ember elpusztíthatja a másikat. Miért van ez? Mondjuk el az utókornak, szeretett testvéreim, mindannyian. Mondjuk el az utókornak, nem szégyen ez. Abszolút nem szégyen ez. Kötelesség. Ezzel a gyökeret erősítjük. És a mi országunkat erősítjük, és magyarság tudatunkat, és mindenünket erősítjük. A fa gyökerei erősödnek, és még több gyümölcsöt hoznak, és még terebélyesebbek lesznek, és nagyobbak lesznek. Erről van szó. Ezt üzeni ezen a mai szomorú napon, ami mennyei atyánk, hogy évről évre
mondjuk el. Ne csak ezt, ha miért volt karácsony? Miért kellett Jézus Krisztusnak megszületni? Miért kellett nagypénteken keresztfára menni? Mondjuk el, miért támad fel húsvétkor? Mit jelent ez? Hallhatjuk, elmegyünk a templomba, vagy egy újságot a kezünkbe veszünk, még a világi újság is, meg rádió is erről beszélt, de nagyon sokat. És hogy született meg az egyház? Honnan van egyház? 2000 év óta van egyház. Sok társadalmi rendszer borzasztó gyorsan megbukott. És ez a kis gyenge egyház, ugyanakkor Isten markában van, él. És a nagy, nem tudom én milyen társadalmi rendszer, atomrakétákkal felszerelve, egyik éjjelről a másik éjjelre vége van. Hogy miért? Mondjuk el, ne szégyeljük ezt se elmondani. És magunk se, hogy utána nézzünk ezeknek a dolgoknak. Mert ez Isten gyülekezete. És ki bántja Isten gyülekezetét, magát Isten bántja, de akkor az nagyon megkeserüli a dolgot. Előbb-utóbb. Mondjuk el, szeretett gyülekezet az utókornak. Mi, akik lelkészek, hittanórákat tartunk, Isten tiszteleteket tartunk. Itt abban már 40 éve, Istennek legyen hála. Minden évben mondjuk a dolgokat. Minden évben mondjuk a dolgokat. Minden évben. És vannak visszajelzések, akik most 40 évesek, meg 50 évesek, mert azok is jártak ugye 8-10-12 éves korokig hittanra, hogy nem felejtem el, hogy mit mondott hittanórán, az nagyon a fejemben van, meg a szívemben van, nem felejtettem el. Hát erről van szó. Ez kell, hogy ne felejtsük el. Senki. Amen. Fennállva imádkozzunk. Dicsére, dicsőség szálljon te hozzád, mennyi atyánk ezért az alkalomért, és hála legyen te néked azért, hogy te megtartottál még bennünket. Nagyon sok vihar, vész, szenvedés, halál, betegség, és ki tudja még milyen háborúk és veszteségek és igazságtalanságok által, de megtartottál bennünket. Maroknyi kis nép, a te néped nem veszett el, és ne engedd elveszni a továbbiakban sem, soha. Mert egyedi bizalmunk csak benned van. Senki másba úgy nem bízhatom, mint te benned. Se barátunkba, se ismerősökbe, se senkibe. És add, hogy atyánk, ne feledkezzünk el hatalmas kezedről, hatalmadról, dicsőségedről, akaratodról, meleg, szerető szívedről, amit nap mint nap közölsz velünk, hogy újból és újból felébresztesz minket, bűnösöket, akik nem érdemeljük meg e kegyelmet, de te megteszed, mert szeretsz. Nagyobb a szereteted, mint a mi bűnünk. Könyörülj rajtunk és irgalmazz nékünk. És áld meg az itteni kis magyarságot és maroknyi magyarságot. Tartsd a te kezedbe. A te kezedbe tesszük le. És akkor akármilyen fordulat vagy gond, baj jöhet, de megóvsz bennünket, meg tudsz óvni bennünket. Erre kérünk, atyánk, a továbbiakban is, hogy merjük megvallani, aminek te teremtettél valójában, mint nemzetet, mint személyt.
a mi Urunk nagy nevéért és áldozatáért könyörülj rajtunk, és hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hit, remény, szeretet, e három, ezek közül pedig a szeretet soha el nem múlik. Amen. Katonák, akik a fegyelmet, a harctereken kiérdemelt dicsőséget tartották fontosnak életük során. Emberek, akik a magyar szabadságharc hívó szavára katonai tudásukat adták azért, hogy Magyarország szabad és független legyen. Ők azok,
akik végigharcolták a szabadságharc csatáit, vezették csapatait, embereit keményen küzdve, mert hittek abban, hogy győzhetnek. Életük azzal zárult, hogy rajtuk tatuáltak példát a megtorlásra. Meghaltak, mert szembeszálltak volt esküjükkel, amely a császárnak tett ígéret volt. Ők azok, akik elmenekülhettek volna, amikor már tudható volt a vég, hátrahagyva a hozzájuk beosztott katonákat, mégse tették. Olyan hősök ők, akiket Magyarország történelmében csakis vérvörös betűkkel lehet illetni, mert a vérüket áldozták ezért az országért. Minden valamire való magyar embernek tudni, ismerni kell nevüket, tetteiket. Lázár Vilmos, ezredes. Dezsőfi Arisztid, tábornok. Kis Ernő, tábornok. Schweidel József, tábornok. Pöltenberg Ernő, tábornok. Török Ignác, tábornok. Láner György, tábornok. Knézics Károly, tábornok. Nagy Sándor József, tábornok. Gróf Leiningen Westerburg Károly, tábornok. Aulich Lajos, tábornok. Damjanics János, tábornok. Gróf Vécsei Károly, tábornok.